Valakinek érdemes azon gondolkoznia, hogy hogy tudnánk egyrészt a lehető leghamarabb betanítani valakit, és a másik, hogy a lehető leghamarabb rájönni, hogyha nem ő a választottunk. Üdv a Vállalkozás és Pszichológia Podcastben! A műsor házigazdái Gál Kristóf, aki a Click Marketing ZRT alapítója és vezetője, illetve Bíró Bence Péter pszichológus, aki a Business Burnout Biblia című könyv szerzője. Itt azért beszélgetünk, hogy te ingyen megkaphasd azt a gyakorlati tudást, ami nekünk szó szerint akár évtizedekbe, illetve súlyos millióba kerültek. Nem is húzzuk az időt, csapjunk is bele, kezdődjék az adás. Jó szórakozást hozzá! Amikor arról beszélünk, hogy egy cég keresetté válik, akkor hát nincs is más választás, mint hogy bővüljünk, és egyre többen legyünk, és hatékonyabban dolgozzunk. De az, hogy bővülni tudjunk, ahhoz nagyon fontos az, hogy hogyan onboardingoljuk a munkatársakat, hogyan tanítjuk be őket, mennyi idő alatt tudnak termelni, mert hogyha most ott van a cégem belül egy új kolléga, akkor ugye láthatjuk azt, hogy nyilván időre van szükség, mire azt a fajta minőséget tudja hozni, amit mondjuk elvárnánk, viszont a betanítás alatt viszont nem biztos, hogy pénzt termel, vagy legalábbis elvesz időt egy másik kollégától, és ez az adás szerintem arra is nagyon hasznos lesz, és nagyon bízom benne, hogy tudunk olyan technikákat, praktikákat átadni, ami abban segíthet, hogyha most valakit éppen helyettesíteni kell, vagy bőtt egy új kolléga, akkor hogyan tudjuk ezt a lehető leghatékonyabban megtenni. Ugye a korábbi adásokban már Kristóf beszélt arról, hogy nektek vannak ilyen munkatársi kézikönyveitek, meg vannak ilyen oktatóanyagok, de szerintem jó lesz majd egy picit részletesebben belemenni majd ebbe a témába. Ez egy nagyon jó téma, úgyhogy örülök, hogy ezt választottuk már. Kezdjük ott, hogy alapvetően, amikor a csapatba valaki elkezd egy olyan fajta termelő munkát végezni, amit mondjuk az alapító is csinál, legyen szó mondjuk egy kis vállalkozás, egy nagyon mikrovállalkozásról, amit amikor például először adtad ki a marketingnek a kivitelezését, vagy mondjuk a támogatását. Ugye mondtad is azt több adásban, meg a könyvedben is az, hogy volt egy ilyen furcsa érzés ilyenkor, hogy jaj, hát megcsinálja ezt a fajta minőséget, mint én. Tehát, hogy van ez a fajta teljesen természetes ilyen jellegű törekvésünk, hogy ha már mi minőséget alkottunk, akkor azért a mi nevünkben milyen, amikor valaki más dolgozik. Erről mesélsz egy picit, hogy milyen élmény volt ez neked, és ez hogyan változott az idővel? Ugye én 2005-ben kezdtem, 18 éve volt most, hiszen márciusban kezdtem. 4-5 évig totál egyedül csináltam mindent, és négy-öt év után vettem fel az első alkalmazott, tehát munkatársamat, de hogy akkor lehet először alkalmazottam, itt technikailag. És először nem milyen szakmai munkára vettem fel, hanem milyen adminisztráció, tehát egy irodavezető Ez szerintem nagyon gyakori, tehát szerintem szinte mindenki ezt csinálja. Te, te is szerintem valami ilyesmit csinálsz, hogy egy második pszichológust veszel fel úgymond a bizniszedbe, hanem valakit, aki tud mondjuk tehermentesíteni. És én is ezt csináltam, és ez még szerintem a viszonylag könnyebb, tehát hogy nem kampánykezelésre, vagy online marketingre vettem föl valakit, azt nehezebben tudtam volna elképzelni, hogy más csinálja helyettem akkoriban, de az, hogy mondjuk más állítsa ki a számlát, meg más vegye fel a telefont, az könnyebben. És igazából ez egy ilyen vízválasztó szerintem, mert addig, hogy felveszek egy ilyen adminisztrátort, vagy asszisztenst, addig, hát nem azt mondom, hogy sokan, mert, mert az már egy kisebbség, aki eljut addig, hogy az egy személyes bizniszéből már több személyes biznisz van. De hogy addig eljutni, hogy a szakmai munkát, tehát a konkrét termelést átadja valakinek, oda meg szerintem egészen kevesen jutnak el, és tényleg ez egy kihívás, hogy hogy tudod a színvonalat megtartani. De egyébként az is egy színvonal, hogy hogy veszed fel a telefont, tehát az adminisztrációba vagy az ilyen háttér dolgokba is fontos, hogy azért nem mindegy, hogy hogy veszik fel a telefont, de ezt általában könnyebben megúrják. Na az a helyzet, ez kicsit egy ilyen műhely titok, de hogy most nekem pont mind a kettő kollégám van már. Az adminisztráció az egyébként tök jól működik, tehát azt már sikerült kiadni, és erről is majd szeretnék beszélni, mert szerintem azért nektek is volt ebben egy ilyen fejlődési ciklusotok. Mert tekintve, amikor valaki nagyon-nagyon kicsi vállalkozó, még teljesen előtt csinál mindent, akkor ahogy a Balogh is mondta a tréningén, ez a Jolly Joker energia van, hogy mindent én csinálok, mindenhez értek. És amikor valaki bejön ebbe a vállalkozásba, plusz egy főnek, ilyen administratív, akár telefonkezelés, válaszolni az e és így tovább, akkor nagyon sokszor nem csak arról van szó, hogy neki kell venni a telefont, hanem picit mindenbe bele kell folyni, picit mindent meg kell értenie, mindent át kell látnia. És azért egy eléggé komplex feladat lehet az, hogy most csak a saját példámról beszélve, nálunk van például a social media, ott van a YouTube, Facebook, Instagram hírlevél. Ha most csak azt, hogy bejtjük, én megírom a tartalmakat, de csak hogy kiposztolja valaki, mindegyik feladatot picit be kell tanulni. Vagy az, hogy akkor most jön egy árajánlat, akkor a szerződés hogy működik, stb. Tehát, hogy ezek az én backend dolgok, azok, de gondolom minden cégben azért van sokfajta backend, és sok cégvezet úgy van vele, hogy, és most is volt egy ilyen ügyfelem, aki megkeresett, és azt mondta, hogy hát ő azért foglalkozik, ezekkel nagyon sokat, mert ezt, ezt nem nagyon tudja megtanítani valaki új embernek, mert egyébként nem hiszek, de szerintem ez inkább egy ilyen korlátozó meggyőződés. De a nagy kérdés az az, hogy van -e erre valamiféle olyan ökölszabály szerint, Kristóf, amivel ezt a fajta tanulási folyamatot most így nem a szakmai munkára, hanem a backend és administratív jellegű munkára, azt valamiféle hatékonyabb folyamattá lehet tenni. Akár csak azért is, ha mondjuk van egy administratív kollégám, aki kiesik valamiért a termelésből, mert elmegy mondjuk akár szülni, vagy elmegy mit tudom én, fél évre balira, és onnan nem akar dolgozni, hogy ez, ez hogyan tudjuk egy új kollégának gyorsabban megtanítani, hogy ne csak úgy adhok történjen mindez. Az az érdekes, hogy pont tegnap tanultam a cégvezetőnktől, Bettitől azt a gondolatot, hogy nincs pótolhatatlan ember, csak nem elég jól kidolgozott betanítási folyamat. Mert, hogyha mondjuk van egy irodavezető, és van egy olyan dokumentáció az ő munkaköréhez, hogy mit hogyan kell csinálni, és az elég részletes ahhoz, hogyha most neked odaadnám így ezt a dokumentációt, akkor holnaptól lehet, hogy el tudnád kezdeni. Plusz egyébként ehhez van egy olyan, ami egy külön anyag szokott lenni, hogy hogy a betanítása ennek mi. Tehát oké, okay, hogy le van írva, hogy, hogy hogy kell mondjuk számlázni, de az egy másik dolog, hogy hogy jutunk el addig, hogy életedben nem láttad a számlázót, és már tudsz számlázni. Tehát azt szerintem összefügg, de nem teljesen ugyanaz a kettő. Tehát, ha ezek rendben vannak, akkor nagyon könnyű átadni valamit, és ez azért is fontos, mert ha ez nincs meg, és van egy olyan segédje valakinek, akinek a fejébe vannak a dolgok, hogy mi hogy működik, stb., vagy nem is egy segédje, hanem egy cégben van egy kulcsember. Mondjuk nagyon gyakran ez egy irodavezetőszerű valaki, aki tudja, hogy honnan rendelünk papírt, hogy kell számlázni, mi hogy működik, mikor kell hívni a tűzvédelmi, nem tudom, ellenőrt. És ha ez csak a fejébe van, akkor az, az nem csak azért probléma, mert hogy más nem tudja, hanem például lehet, hogy ha el akarnál küldeni egy ilyen embert, mert igazából rájöttél, nem jól dolgozik akkor sokkal jobban félsz ettől az elküldéstől. Sokkal nagyobb esélye nem fogod elküldeni, mert jaj, mi lesz, ha ő nem lesz? És ha amúgy ez egy dokumentált dolog lenne, akkor sokkal bátrabban tudnál valakit elküldeni. És nyilván itt nem az a lényeg, hogy küldözgessünk el mindenkit, de hogy az egy cégben egy kockázat. Mi például most azon dolgozunk, hogy ugye folyamatosan veszünk fel embereket, meg akár vezetői pozíciókat hozunk létre. És hogy ez egy probléma, hogyha felvennénk egy annyira jó vezetőt, aki ilyen dokumentáció, meg keretek nélkül jól tudja vinni a pozícióját, akkor ez egy tök jó dolog, és egyben egy hatalmas probléma, mert hogyha őt elveszítjük, akkor megint kéne találnunk egy olyan fantasztikusan tehetséges valakit, aki fejből tudja ezt vinni. És ezzel szemben, hogyha egy jól dokumentált Akár egy vezetői pozíció is, akkor arra sokkal könnyebb embert találni. Nem tudom, érthető a felvetés. Tehát ez egy érdekes, komplex téma. Én lélekben, így, ugye van ez a libabőr, tehát most igazából az van, így a, a szellemi részemen egy ilyen libabőr van, hogy ezekről beszélsz, mert nekem nagyon tetszik, amiket mondasz. Bel is kérdeznék ebben. Tegyük fel, hogy van egy kis cég, ugye nagyon sok olyan cég van, ahol nincsen dokumentáció. Szerintem nagyjából el tudjuk képzelni, hogy mire gondolsz, viszont ott felmerült fajta kérdés is. Ezeket most így neked sorozom, tehát nem kell most rögtön mindéket megválaszolni, csak hogy felmerülnek okay. ezek a kérdések bennem. Az első kérdés, hogy változnak a folyamatok, mert mit tudom, én nem tudom, eddig Slack-et használtunk, most már nem Slack-et, hanem Discordot vagy trello tehát hogy folyamatosan változhat ez a dolog, és hogy ezt napra készen érdemes tartani, vagy bejön egy új projekt, kicsit így változnak maguk a pozíciók, ezzel mit lehet kezdeni. Illetve a másik kérdés az az, hogy ezt hogyan dolgozzuk ezt egy interakcióban, a kolléga dokument, hogy ő miket csinál, és legyen ebből egy ilyen tudásanyag, amit ő ír össze, vagy nekem vezetőként kell ezt az egészet így helyette megcsinálni, vagy tehát ez a két fő kérdésem van itt az első körben, aztán majd még rátünk a többire. Ugye az egyik probléma akkor az szokott lenni, hogy nincs dokumentáció, hát ez a, nem tudom, a legtöbb cégnél nincs, tehát százból, nem tudom, szerintem 90-nél nincs. A második probléma, hogy van dokumentáció, de nem úgy működik igazából a cég. És akkor az majdnem olyan, mint mintha nem lenne. Tehát nem, nem lényegesen jobb. A megoldás erre az, hogy nyilván erre kell egy trigger, a trigger ugye az valami kiváltó ok, tehát mondjuk kell az, hogy havi egyszer, mondjuk az lehet, hogy gyakori, mondjuk negyed évente egyszer nézzük át, hogy még jó-e a dokumentáció. És hogyha van változás, akkor ezt kövessük le. Tehát itt mindig az szerintem a probléma, hogy nincsenek ezek a triggerek, ezek az ilyen checkpontok, hogy minden negyed évben ránézek, hanem az van, hogy három év múlva jövök rá, hogy már a világon semmi köze semminek semmihez. Vagy akkor, hogyha van egy eset, hogy még felmondott valaki, és akkor be kéne tanítani a következőt, ja, itt vannak leírva 50 oldalon, de hát semmi köze a való valósághoz, és ezt nem tudom alapján betanítani. Egy magas szint az, amit ami már mi is dolgozunk, hogy legyen arra egy ember, akit mi személyzet is hívunk, de hívhatnánk HRS-nek, vagy hívhatnánk, tök mindegy. Nem, ez egy személyzeti kérdés, hogy a dokumentációk azok olyanok legyenek, ami alapján lehet dolgozni, és hogy legyenek frissek. Ezt most technikailag bárkire ráadhatnánk. Ugye mi ezeket kalapnak hívjuk, van egy ilyen kalap, hogy mondjuk a kalapoknak a felelőse. Tehát, hogy ki mondja meg, hogy melyik pozícióban hogy kell dolgozni, és azért kifelel. Nyilván egy kisebb cégnél, ahol nincsenek közel 30-an, tehát nálunk én azt Tanultam erről, hogy ilyen 20 fős cég méret nagyságrendileg az, ahol már ilyen nagyon nehéz elképzelni a profi életet anélkül, hogy lenne egy külön ilyen személyzet is, munkatárs, toborzás, kiválasztás, kalapok, aki ezek betanítás, ezekért felel. Tehát nálunk mennek van felelőse, ha nem lenne, akkor addig valószínűleg a cégvezető vagy a tulajdonosnak kell ezt menedzselnie, mert, mert ugye az a felvetés, hogy ha rábízom a munkatársra, hogy te menedzseled a saját kalapod, akkor ugye semmi kontrollom nincs, és nem tudom, hogy az jó-e. Mi most abban vagyunk amúgy, hogy a vezetőinknek készítjük el a kalapját, hiszen tavaly volt egy nagy ilyen szervezetfejlesztésünk, létrehoztunk több vezetői pozíciót, meg tettünk is bele jó embereket, de hogy igazából azt vettük észre, hogy a Schuster cipője lyukas bizonyos értelemben, hogy pont a vezetőinknek úgy nem csináltuk meg ezt a kalapot. És most elkezdjük ezt létrehozni, és itt egyből felmerült, hogy írják le maguknak, vagy pedig én, mint a tulajdonosi szemszögemből, még aki azért benne vagyok elég a dolgba, és átlátom, csináljon meg az ideális működést, tehát tök mindegy, hogy most mit csináltunk eddig, írja meg az ideális működést, és ahhoz igazítsuk hozzá a működést. Vagy nézzük meg, hogy hogy működünk most, ami lehet, hogy nem ideális, és akkor azt kezdjük el itt oldozgatni. De mind a kettő működhet, ez döntés kérdése. Ha jól értem, akkor itt arról van szó, hogy ez nem egy egyértelmű dolog. Most kicsit visszamennék a kis, kis, szintre, szerintem az is, amit elmondtál, csak hogy jobban értsük, és hogy másokra is vonatkoztathassuk. Hogy mondjuk van, aki nem tudom, egy személyes vállalkozó, vagy két-három személyes vállalkozó, akik egyébként eddig szakmai munkát végeztek, és hogy az administratív pozícióra akarnak valakit felvenni, és azt szeretnék, hogy ez a kolléga az legyen helyettesíthetetlen, tehát hogy legyen valamiféle támogatás, hogy mondom, bár, bármi történik, akkor fel tudjunk venni valakit a helyére. És ezt úgy tudjuk megcsinálni, hogy vagy én, vagy ez a kolléga azt, amit csinál, így folyamatosan. Tehát, hogy a kalapot először is ki kell választanunk, hogy kinek a fejre tesszük, akár lehet, az én Fejemben is, mint vezető, hogy akkor ez az én dolgom, hogy ezek a képzési rendszerek jól működjenek, még hogyha a képzési rendszer csak annyit jelent, hogy van egy dokumentáció, jó? Értem eddig? Igen. És akkor ezek után a következő lépés az az, hogyha az én fejemben van ez, hogy akkor elkészül egy ilyen dokumentáció, ami lehet, gondolom, videós is, vagy írásos, vagy van erre valamilyen processzetek, ami jó beáll. Mondjuk szerintem az nagyon fontos szerintem, hogy és azt egészen picinél is meg lehet csinálni. Tehát, hogy az első emberét veszi föl valaki, azt szerintem akkor is meg lehet csinálni, hogy ne abban gondolkozz, hogy itt van egy ember, és akkor ő mit csináljon, hanem a kalapokat hozzuk létre, amit hívhatunk szerepnek is, tehát mondjuk a számlázás, mint szerep, vagy az e-maileknek a menedzselése, mint szerep, vagy az időpontoknak a kezelése, mint szerep. Ez a szerep, ez ugyanaz, mint a kalap, tehát ez, ezek lehetnek alapok is. És hogy egyből így gondolkozol, akkor nehezebb azt a hibát elkövetni, hogy felveszem Gipsi mint első munkatárs, és akkor elkezdem hozzáigazítani, hogy ő mire képes, és mire nem. De hogy ez már az elején probléma szerintem, mert ha most ő nem képes jól telefonálni, akkor megint te fogsz telefonálni. Tehát, hogy először kell az végig gondolni, hogy mik azok a szerepek, amiket te le akarsz tenni, vagy amit valaki rá akarunk bizni, akkor igazából olyan embert érdemes keresni eleve, aki képes azokra. Tehát, hogy megfordítani a logikát, ez nem tudom érthető -e. Eddig igen, de hogy arra magára, hogy ezt a, tehát a dokumentáció hogyan készül, nem, egy következő kollégának is hasznosítható, hogy arra van valami, az a lényeg szerintem, hogy ne gondoljuk túl. Mi egyébként Google ökoszisztémát használunk, Google Drive, meg ilyesmi, és mi Google dokumentumokba tartjuk a, mondjuk a kalapokat, és egyszerűen egy kalap, egy ilyen alapverzióban lehet az, hogy mondjuk ez a számlázó Kalapja, akkor abban leírom, hogy mi a célja a számlázónak, hogy határidőre megfelelő cégnek, megfelelő összeggel, hiba mentesen állítsa ki a számlákat. Akkor ez miből áll? Mondjuk, mit tudom, a számláz.hút használjuk, ebben mi mindig úgy írjuk be dolgokat, hogy így, első lépés, add meg a cégnevet, vagy keresd meg. Tehát, hogy leírni választott részletességgel, hogy ahhoz a munkakörhöz milyen konkrét feladatok, milyen folyamatok tartoznak. Hogy mondjuk minden reggel 8-kor meg, hogy jött -e utalás, ami Jött azt üsd be, hogy ki van fizetve. És akkor ezt így dokumentálni, esetleg hozzá lehet tenni mérőszámot, de az már ilyen lehet, hogy egy ilyen bonyolultabb dolog, hogy mérni valamit, mondjuk egy pénzügyes pozíciónál reális, hogy a kintlévőség mondjuk az ő feladata, hogy ne legyen kifizetetlen számla, akkor egy nagyon kínálkozó KPI, tehát ilyen mérőszám az, hogy mennyi a kintlévőségünk. De mondjuk egy ilyen számlázó kalapnál nehezebb most megmondani, tehát erőltetett lehet egy kisebb szervezetben, hogy most minek erre kpi csinálni. Tehát, hogy egyszerűen kezd el leírni, hogy szerinted hogy lehet jól csinálni. Nálunk vannak több tíz oldal a kalapok is, de nem feltétlen kell ilyen részletesen. A következő sticking point, vagy elakadási pont, ami eszembe jött, hogy oké, okay, elkészülnek a dokumentációk, és szerintem ez azért van cég, aki vállalkozik arra, tehát hogyha most nézzük ezt a töltsért, akkor is szűkül a töltsért, hogy van cég, aki vállalkozik arra, hogy na jó, akkor megcsináljuk ezt a dokumentációt, de valahol ez így elsiklik, hogy, hogy alapvetően ez, hogy már van is dokumentáció, de hogy nem pont úgy csinálja, mert a kollégát nem akarja most ezzel így nyaggatni, hogy akkor pont így csinálja, mert örül, hogy legalább valaki van, valamit csinál, és addig is haladnak előre a céggel. Tehát, hogy erre van-e valamiféle bevált stratégiátok, hogy legyen follow a ezen, tehát hogy ezt az emberek meg is csinálják, ne csak legyen egy dokumentációt. Még annyit tennék a válaszom elé, hogy a meglévő szervezetben egyébként nem rossz taktika az csinálni, hogy mindenki írja le, hogy ő mit csinál. Hogy legalább a, ezt az egész kalap témát így elmagyarázni, hogy értsük meg, hogy oké, okay, hogy te vagy gipszi a kap, de amúgy rajtad lehet, hogy van három kalap. A számlázás, a telefon felvevő, meg a nem tudom mi. És akkor így gondolkozva, hogy a mindenki írja le a saját kalapját, amennyire tudja. És ennek az az értelme, hogy mondjuk a tulajdonosnak lehet, hogy van egy elképzelése, hogy hogy történnek a dolgok, de lehet, hogy totál csinálják. És hogyha ez leíródik, és mondjuk a tulajdonos vagy a vezető ezt meg tudja, nézni, akkor van lehetősége javítani a folyamaton. Hogy ezt miért így csináljuk? Miért nem teszünk be egy negyedik lépést, akkor sokkal jobb lenne. Tehát hogy ezért is ez, ez fontos. És hogy hogy lesz ez valós, hogy tényleg úgy működjünk, ha ezt kérdezted. Itt az fontos, hogy attól, hogy leírjuk, attól nem fog úgy működni. Tehát itt, itt van egy, egy olyan lépéssorozat, ami megint nem egy ilyen kitaláció, hanem valaki megfigyelte, hogy a dolgok hogy működnek, hogy az összes ilyen menedzsment dolog igazából arról szól, hogy nem valaki kitalálta, egy menedzsment guru, hogy ezt így kell csinálni, hanem megfigyelték, hogy hogy működnek a dolgok, és akkor arra elkezdtek úgymond rátenni, hogy akkor, akkor tényleg csináljuk így tudatosan. És ez a lépésorozat, ez mondjuk nagyjából az, hogy érdemes elmagyarázni, hogy mondjuk a számlázás, egyetlen az, hogy elmagyarázni, hogy miért fontos, hogy dokumentáció alapján dolgozzunk standarden. Miért ne úgy dolgozzunk, ahogy neked jól esik, hanem ez miért fontos. Nekem ez személyesen is fontos, szerintem fontos, hogy az emberek értsék, hogy, hogy, mit miért csinálnak, és amúgy, akinek ez nem fontos, az kérdéseket vet fel. Hát, ak, akinek nem számít, hogy mit miért csinálunk, az kérdéseket vet fel. Hát a vezetői, meg kolléga is probléma ez. Igen, igen. Tehát, hogy magyarázzuk el, hogy a számlázás az így működik, első lépés, második lépés, azért fontos megadni a megjegyzést, mert akkor kevesebb reklamáció lesz, mondjuk. Akkor a, következő lépés az, hogy megmutatni, hogy, hogy mondjuk, ha én tudok számlázni, és én tanítalak be téged, akkor én mutassam meg, hogy látod, itt van, megnyitjuk a számlász.hu-t, új számla, megadom, nem csupa nagybetűvel írom a cégnevet, mert az nem tudom, nem mutat jól. Nálunk az a standard, hogy szépen nagybetű, kisbetű, rendesen írjuk a neveket, akkor hozzáad, tétel, beírom a megjegyzés, látod, ide kell írni a megjegyzést, stb. egyébként, hogyha ilyen komputeret, tehát ilyen számítógépes téma, akkor ezt akár fel is lehet venni, például ilyen képernyőmentéssel, vagy, vagy lehet ilyen képernyő képeket csinálni. Csak azt mondom, hogy ne ennek nagy híve vagyok, hogy legyen valamiféle. Én, én nem is szoktam tutorial videókat csinálni, hogy felveszem a képen, mert megmutatom, hogy a kattintok, mit csinálnak, miért, mm. miért csinálok, akár egy expresszív tehát nagyon gyorsan és egyszerűen meg lehet ezt csinálni. Szóval megmutatom, és akkor utána van a ilyen gyakoroltatás. Tehát akkor most te számlázol, és akkor nézzük végig, hogy meg tudod csinálni. És igazából addig kell csinálni, már akár ilyen nevetségesen, hogy csinálj meg még egyet, még egyet, még egyet, még egyet. Mert egyszer megcsinálni lehet, hogy nem tudom, szerencséje volt. De ahhoz, hogy mondjuk be is rögzüljön, az lehet, hogy meg kell csinálni Tízszer. És most itt a számlázás a példa, de hogy ez szinte mindenre igaz. Most a telefonfelvétel is figyú. Szimuláljunk el, hogy most hívlak, hogy vennéd fel a telefont. És ha előtte elmagyaráztam, hogy úgy kell felvenni, hogy hallott, tessék, klikmarketing, á, Kristóf vagyok, miben segíthetek. Akkor nem biztos, hogy elsőre ezt így visszamondaná, még akkor is, ha egy normális ember, hanem nem tudom, elfelejti a nevét mondani. Akkor addig nyomjuk, amíg nem mondja jól, és hogy nem elég, hogy egyszer mondja jól, hanem akkor játsszuk el még ötször, és akkor utána talán majd jó lesz. Szerintem az egy nagyon-nagyon fontos gondolat itt, hogy már az első pillanattól kezdve, abban gondolkodunk, hogy hogyan lesz ez egy csomag, amit át tudunk adni, mint hogy a vállalkozás mit azt a cimik, hogy mi volt ez, hogy alapvetően nem abban gondolkodunk, hogy, hogy ezt egyszer betanítjuk valakinek, hanem hogy ez egy olyan, hogy már egyszer elmondom, akkor miért ne lehetne egy, egyből egy ilyen tudásanyagot csinálni ebből, amit majd a következő kollégának, vagy az ő új asszisztensének, vagy bárkinek ezt át lehet majd adni a későbbiekben. Mi most ezen dolgozunk, hogy ez, ezt Skálázzuk, tehát ennek az ilyen betanításnak az automatizáltságát, vagy a standardizáltságát És például azt javasoltam a, a Katának, aki nálunk a személyzet is, hogy amikor legközelebb lesz egy onboarding, és éppen egy új kollégának mesél a nem tudom miről, akkor az a legegyszerűbb, ha azt felveszi videóra. Tehát, mert ha azon gondolkoztunk, tehát azt, azt a példát magyaráztam, hogy hogyha mit tudom, három órát kell egy emberrel foglalkozni, hogy elmondom, amit kell, akkor igazából, ha egyszer fölvennéd ezt három óra alatt, ami legyen az, hogy négy óra, mert kell vele babrálni, akkor utána ezt meg tudná nézni a minden új ember, attól még kell vele foglalkoznod, hiszen látnod kell, hogy amúgy megtanulta, érti el, de mondjuk három óra helyett csak egy órát kell vele foglalkozni. De hogy ezzel külön kell foglalkozni. És akkor utána mondtam, hogy de végül is még külön fel se kéne venni, hanem amikor legközelebb elmondod, akkor ha azt fölveszed, akkor nem is kell bele plusz időt tenni, hanem akkor azonnal megvan ez a videó dokumentáció. Igyekszem egy ilyen nagyon skeptikus hallgatónak a cipőbe belehelyezkedni a szempontból. Szerintem nagyon hasznos dolgokat mondasz egyébként. De, hogy ami felmerült még, és talán ez az egyik utolsó kérdés, mint az asszisztencia, meg az administratív jellegű pozíció esetén, hogy oké, okay, de hogy az én administratív kollégám az 1200 dolgot csinál, most mindegyikről csinál külön-külön a dokumentációt arról, hogy mondjuk hogyan kell papírokat rendelni, melyik cégtől kell, akkor hogy milyen határidőkre fizet akkor arra, hogy most hogyan működik a szélszautópályat, és így tovább? Szerintem csak akkor kell ezeket megcsinálni, ha ezek fontosak. Szerintem minden fontos. Tehát azt, hogy mondjuk honnan rendelünk papírt, az oké, okay, nem kritikus, de miért nem egyszerűbb leírni, hogy mi az xy től szoktunk papírt rendelni, mert nem tudom, jó partnerünk. És akkor tehát igazából ha mindent leírunk, egy pár hét alatt kb. mindent le lehetne írni, hogyha folyamatában az ember tehát megkérjük az embert, aki csinálja, ha van eleve valaki, aki csinálja, akkor néhány hét alatt a legfontosabb dolgok felmerülnek, mert most papírt nem rendelsz minden nap, de lehet, hogy két havonta rendelsz, tehát ha mondjuk három hónapig mindent leírsz, akkor nagyjából a dolgok 99%-a le lesz írva. Tehát lényegében ugyanezt a fajta Pareto elvet tudjuk itt használni, hogy a dolgok 20%-a hoz az eredményeknek a 80%-át. Következésképpen önmagában a dokumentációban az adott kollégának a legfontosabb 20%-át a feladatnak megcsináljuk, akkor már nagyon-nagyon-nagyon előrébb vagyunk, mint hogy egyáltalán nem csinálunk volna semmit. Igen, és van egy ilyen jelenség, hogy ha elkezdi valaki leírni, most mindegy, hogy az-e, aki csinálja, vagy mondjuk én vezetőként. Tehát pusztán az a tény, hogy elkezdem leírni, Elő fogja azt hozni, hogy észre fogom hamarabb venni, hogy ezt miért csináljuk. Tehát, hogyha, ha te mondjuk valamit csinálsz, és neked az a feladatod, hogy dokumentáld, akkor ha elkezded leírni, akkor lehet, hogy rájössz, hogy ha már leírom, akkor picit miért ne javítsak rajta? Tehát, hogy ez anélkül, hogy ez ki lenne tűzve célnak, szerintem magától elkezdenének javulni ezzel a folyamatok. Hiszen annyi szerintem mindenkibe van, hogy ha már leírom, akkor már csináljuk rendesen. Vagy ha ennyi sincs benne, az megint kérdéseket vet fel hogy az emberről, de hogy ez így önmagától tud. Tehát amire fókusz helyezünk, az, az szinte önmagától elkezd általában javulni. Na hát akkor térjünk rá a nehezebbik dióra, a szakmai kollégának a felvételére. Az a helyzet, hogy ugye most pont egy ilyen helyzetben vagyok, hogy nagyon inspiráltam, a mi beszélgetésünk. Ha valaki hallgatja a vállalkozási pszichológia podcastet az első részektől kezdve, akkor beszéltünk arra, hogy az én esetemben a modellnek a skálázhatóság az egyik lehetősége az, hogyha igazából egy ilyen csapatszerűen dolgozunk, hogy én vagyok az a. Tehát, mint a click marketing esetén, hogy Kristóf az arc a marketingben, és hogyha a Kristóf megtérsi egy marketinget, a szenzációs, de hogy a Kristóf után a következő legjobb ember, ez a Kristóf által a kiképzett személy lesz. Vagy a jelen esetben a Betty által a kiképzett személy, vagy az ő a Betty által kiképzett által kiképzett személy lesz. Aztán, tehát maga a Click Marketing csapat. És most eljutottunk oda, hogy már van egy ilyen kis lépésem, hogy van egy junior kollégánk, aki szintén rendelkezik egy pszichológiai végzettséggel, és akivel már, már hetek óta dolgozunk azon, hogy, hogy betanítási folyamat az elinduljon. Csak ugye az a helyzet, hogy én ugye eléggé maximalista vagyok, és szerintem sokan, akik hallgatnak, hasonló helyzetben vannak, hogy igazából a végtelenség lehet valakit képezni, hogy azt mondjuk rá, hogy na majd most lesz az, amikor így elérszünk arra pontra, hogy már én őt oda merem engedni kliensek elé. Ahogyan beszélgetünk, egyébként pont a mai nap az első hogy én már nem vagyok ott, és hogy, hogy élesben beszélget egy, egy ügyféle. Szóval ez az egy izgalmas folyamat, de van ez a dináma mégiscsak mégis, csak szerintem ez sok kollégában van, vagy sok vállalkozóban benne van, akár asztalos, lakatos, sok kozmetikusról beszélünk, mindegy, hogy Oké, okay, meddig képezzem, és mikor lehet az, amikor azt mondom, hogy oké, okay, innentől kezdve már így a, akár az én kárra de majd a saját tapasztalatából, a saját bőrén keresztül tanulja meg a folyamatokat. Tehát erre van-e bármiféle tapasztalatod, érzésed, szorid? Szerintem az a kulcs, hogy először is el kell fogadni, hogy, hogyha valaki más csinál helyetted szakmai munkát, és mondjuk szerintem a te témád az ilyen extrém nehéz, abból a szempontból, hogy egy ilyen pszichológia vagy coaching témát, szóval nagyon nehéz modellezni, tehát nagyon nagy benne az ilyen attól függ faktor. Tehát, hogyha mások a helyzetek, talán ez egy olyan helyzetbe közül való. Az a lényeg szerintem, hogy meg kell érteni, hogy a szolgáltatás, amit csinálunk, és ez lehet a, a cipőkészítéstől kezdve az építőipar, az online marketing szolgáltatás, egy boltban, egy, egy eladó, egy webshopban, aki csomagolja az el. tehát bármi, amit valaki tud csinálni, hogy ez miért jó. Szerintem azt kell modellezni. Amikor én elkezdtem átadni a Google kampányok menedzselését, ugye amikor elkezdtem ezt átadni, akkor kb. még nem is csináltunk Facebook kampányokat szerintem, tehát csak a Google AdWords, vagy mai nevén Ads kampányokat adtam át, és megpróbáltam megérteni, hogy én miért vagyok egy jó online marketing szakember. És nekem nagyjából azok voltak a megfejtéseim, ha jól emlékszem, hogy mondjuk nagyon alapos vagyok, hogy figyelek a részletekre, hogy jól kommunikálok az ügyfelekkel. Jó, de miért, mi az, hogy jól kommunikálok? Mert mindig mindent elmagyarázok. Tehát fontos nekem, hogy az ügyfél értse, hogy mi hogy történik. Nem szoktam hazudni az ügyfélnek, mindig elmondom az igazat. De nem mondok el mondjuk felesleges tényeket, amiről azt gondolom, hogy nincs szüksége az ügyfélnek. Nagyon fontos nekem az, hogy jól mit csináljak, tehát hogy tényleg lelkismeretes vagyok. Nagyon értek hozzá, tehát értem hogy hogy működik a Google Ads. Ez egy külön téma, hogy mit értünk az alatt, hogy értek a Google ads -hez. hogy tudom a kulcsszavakat, hogy hogy kell kiválasztani, stb. Tehát elkezdtem igazából ilyen felszeletelni azt a nagy, katy, nem kacsfasz, de hogy egy ilyen nagy, ilyen kavargó valami, amire azt mondom, hogy a Kristóf az egy jó Google Ads szakértő, hogy az, az mit jelent. Hogy mondjuk van a kommunikáció része, van a szakmai hozzáértés része, meg nem tudom, milyen más részei lehetnek. És akkor igazából, ha egy felszeletelem, akkor így már elkezd áthathatóvá válni, illetve ez együtt jár azzal, hogy tudtam, hogy milyen emberre van szükségem, hogy hasonló legyen, mint én. Tehát, ha én egy nagyon gondos ember vagyok, és ez számít, akkor egy gondos embert kell keresnem, mert hogy a gondosságot azt nem tudom megtanítani. És egyébként az is egy nagyon fontos felismerés volt nekem, hogy, és ezt mindenkinek, ez egy kicsit ilyen ego téma, vagy hát abszolút az, hogy vajon a Gál Kristóf kell az ügyfélnek, vagy egy olyan ember, aki olyan, mint a Gál Kristóf, de nem feltétlenül személyesen ő. És hát nyilván az volt a megoldás hogy itt nem az a lényeg, hogy én vagyok, hanem az a lényeg, hogy gondos vagyok, hozzáértő vagyok, stb. És hogyha más is ilyen lenne, akkor az is jó lenne. Tehát igazából ez a kulcs szerintem ezt megérteni, hogy nem az a lényeg, hogy a cipőt személyesen én csináljam, hanem hogy egy olyan valaki csinálja, aki baromira ért a cipőkészítéshez, és hogy nem fogadja azt el, hogyha meg van karcolva a bőr, hanem akkor nem tudom újra csinálja, vagy kiavítja, stb. 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 És akkor senki nem fogja azt mondani, hogy miért nem a Gál Kristóf csinálta személyesen, mert nem a Gál Kristóf kell, vagy nem a Bence kell, hanem az a minőség, amit nyújt nem tudom, így most válaszoltam. -e? Tökéletesen érthető, és, és tökélet, hogy ezt felhoztad, mert hogy ez kicsit én magát értetőnek is gondoltam, nem biztos, hogy minden hallgatónak az, hogy milyen személyiségű kollégát választunk ilyen szempontból. Én amikor ez a felvételi folyamat zajlott, amikor az új kollégámat kiválasztottam, akkor közel százan jelentkeztek, ugye az hozzátok is rengetegen szoktak jelentkezni a tekintetben, és ugye több fázis volt ez, ahol volt teszt, feladat, volt videóinterjú, volt ilyen motivációs levél, ilyen sok, sok lépéses volt ez a folyamat, mert volt ugye szimulált ilyen roleplay gyakorlat is, hogy, hogy kivel és, és egyértelműen kirajzol az, hogy olyan személyiség, aki igazából tehát gyermekkora óta elhivatotta a szakmájában, tehát hogy a szabadidőben is folyamatosan fejleszti magát, pszichológiával foglalkozik, lelkiismeretes, amit csinál, oda teszi magát, tehát hogy a személyiség tényezők azok szerintem rendben vannak, és van egy olyan fajta jelenléte ami szerintem megfelelő lesz majd itt. Csak ugye a következő szint, hogy oké, okay, tegyük fel, hogy megvan az, hogy gondos kollégát sikerült kiveszni cipőkészítéshez, marketinghez, pszichológushoz, stb. A következő kérdés, hogy hol van az, amikor azt mondhatod, hogy a click marketing standardeknek már megfelel az, amit ő csinál, tehát, hogy az az érzésem van, hogy akár ha most egy picit a marketingben keresnék egy analógiát a pszichoterápiához, vagy ugye nyilván ő nem terápiát, hanem kicsit ilyen coaching jellegű történet, egy beszélgetés lényegében tanácsadást. Talán mondjuk a szövegírás lehetne a marketingben ilyen, ahol nem százszázalékosan egyértelmű mindig az, hogy most egy jó szövegnek mi számít. Mert nem tudod a elmondani, hogy mondjuk hogyan tudsz virágot úgy eladni, hogy ez egy tökéletes szöveg legyen. Tehát nem teljesen sablon, ez, nem kell hozzá egy bizonyos mértékű érzék is. És hogy ezt a fajta érzéket hogyan fejleszted, az megint csak egy olyan dolog, mint az, hogy mikor van kész a vagy mikor vagy elég jó előadó, hogy kiállj az emberek elé. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon nehéz emberőhelyzetű folyamat. Érted a dinamámat ezzel kapcsolatban? Persze, persze. A szövegírás jó példa. Egy bizonyos mértéken túl szerintem nem lehet tanítani a szövegírást. Tehát, vagy van érzéket hozzá, vagy nem. Tehát, igazából nincs más választásod, ha profi Dolgot akarsz elérni, hogy keresni egy olyan embert szövegírónak, akinek eleve van ehhez érzéke. És akkor erre úgymond rátanítod azt a szakmai szintet, ami egyébként majd kiadja azt, hogy a jó szövegíró képesség a nagy szakmai tudással nagyon jó szövegeket fog kihozni. Mi lehetne ilyen, hogy legyen címsor, legyen alcím, de olyan szinten, hogy mert most mi az, hogy jó címsor? Ez egy ilyen, olyan, mint egy ilyen ízlés lenne, de hogy el lehet mondani, hogy jó címsor az mondjuk nagyon specifikus, nagyon konkrét, nagyon, nem tudom, probléma fókuszú, tehát most nem akarok ilyen ebbe de hogy, hogy meg lehetne fogalmazni, hogy mit nevezünk jó címsornak, mit nevezünk jó alcímnek, mit nevezünk szöveghoznak, lezárásnak, nem tudom, call to actionnek, tehát ilyen cselekvésre való felszólításnak, ha olyan szöveg. És akkor ehhez kell keresni egy olyan embert, akivel ha iratunk mondjuk próba munkát adott témában, és mi is ezt csináljuk egyébként, akkor, akkor azt mondom, hogy ez egy eleve, egy nem rossz. Látom, hogy nem használja azokat a, azokat a szakmai sztenderdeket még, amiket mondjuk mi igen, de hát ezt meg tudom neki tanítani. Ez egy külön kérdés egyébként, hogy hajlandó lenne-e megtanulni, vagy van-e rá érzéke, vagy szándéka. De mondjuk az, hogy eleve jól ír -e, azt nem hiszem, hogy lehet igazán szabályozni, hanem... Kell ír iratni vele dolgokat, és valakinek bele kell abba állnia, aki ért hozzá, hogy megmondja, hogy ez jó, vagy nem jó. Megfelelő az alapképessége, vagy nem. És nálad is hasonló lehet, hogy ezt nem tudod keretezni, hogy most mit nevezünk egy jó beszélgetésnek, hanem ha valahogy el tudnád érni, hogy megnéz vele öt ilyen beszélgetést, vagy ilyen szimulációt, akkor majd el tud dönteni, és el is kell döntened, hogy ez neked oké okay, ez a stílus, mondjuk, vagy nem. És akkor arra rátanítod a szakmai dolgokat. Nem tudom, érthető így. Szerintem abszolút érthető. Lehet, hogy nagyon specifikus az én helyzetem, de szerintem azért sok minden alkalmazható ebben, amiket most itt átbeszéltünk. Tehát, hogyha jól értem, és kérlek, hogy módosítsd, hogyha nem jól fogalmaztam meg ezt, hogy itt ez lényegében egy ilyen kicsit ilyen szubjektív pont, hogy hol mondom azt, hogy ez már oké, okay, és azt mondom, hogy innentől kezdve elengedem a kezed, és nyugodtan csinálj csak ezt. Tehát lényegében ezt nekem kell meghoznom egy ilyen döntést, és nem az van, hogy teljesen objektív processz ki lehet erre dolgozni. Persze van egy objektív része a dolognak, mint hogy nekem is megvan az, hogy hogy kezdünk egy beszélgetést, milyen kérdéseket teszünk fel, mire összenőzzük, hogyan mérjük fel, hogy egyáltalán a mi kompetenciakörünkbe tartozik a kliens vagy sem. Tehát, hogy ezeket a lépéseket ugye át tudom adni, de onnantól kezdve mi történik a beszélgetésen, és hogy mikor mondom azt, hogy ez most egy elég jó beszélgetés volt, onnantól kezdve ez már kicsit egy ilyen szubjektív döntés. Abszolút jól érted. tehát nem tudsz egy ISO, nem tudom hányat csinálni, hogy az ISO 150001 az az, hogy ki a jó coach, Hanem mondjuk én lehet, hogy azt csinálnám, most azért gondolkozok, hogy, hogy lehet, hogy lenne pár emberem, vagy ilyen barátom, vagy nem tudom, akik ilyen segítenek abba, hogy, hogy ilyen demo coachingot csináljon vele. És akkor őket egy kicsit felkészített, hogy mit vársz, és akkor majd nem tudom, hogy ez szakmailag oké, hogy ezt szabad-e csinálni, de gondolom, ha, a, a coach jelölt ezt tudja, akkor ez oké, okay, hogy mondjuk a, a barátaiddal mondjuk csinálni a beszélgetéseket, és akkor így tőlük kérsz visszajelzést, hogy, hogy milyen volt, hogy azt hozta, amit vársz, mert gondolom, vagy lehet, hogy te is ezt meg tudnád csinálni. Tehát én lehet, hogy valami ilyesmit csinálni. Tökéletes, van, mondasz, igazából pont ezt csinálom, hogy intuitívan. Tehát mi hmm. volt egy olyan beszélgetésünk, amikor ugye én játszottam egy kliens egy tipikus problémával, és most van hat vagy hét olyan a korábbi ügyfeleim közül, aki azt mondta, hogy ő tök szívesen bejelentkezne ez a kollégámhoz, és azt mondtam nekik, hogy igazából ez egy ingyenes történet, csak adjanak majd vissza ezzel kapcsolatban nekem, és meg majd a kollégának ezt átadjuk ezen szempontból. Tehát a gyakorlás az mindenképpen itt megtörténik, és ugye én a kollégámat meg folyamatosan tudom támogatni itt. Érdekes, amiket mondasz. Szerintem ez így érthető. Nekem az lenne még a kérdésem, hogy a szakmai munka tekintetében volt-e valamiféle olyan tanulási ciklusnálok, hogy az ott esetben mondjuk a betanítás mondjuk X idő volt, például mondjuk nem tudom én, adott esetben mondjuk három hónap, és egy-két ilyen best practice segítségével sikerült ezt lerövidíteni valamivel mondjuk két és fél hónapra, vagy két hónapra, tehát hogy vannak -e olyan taktikáitok, ami igazából alkalmazható más iparágakra is legyen szó, akár cipészetről, vagy ablakos munkákról. A legelején talán mondtad ezt, hogy, hogy minél hamarabb tudjon valaki termelni, és hogy a tanulási ciklust ugye rövidítsük. Mi arra törekszünk, és nem tudom, hogy ezt most egyébként csináljuk -e, de ha nem, akkor akkor szerintem fogjuk, hogy az is igazából a játék része, hogy alkalmas -e egy ember. Hát felveszünk egy ember, nálunk is hát hat lépés van, tehát nagyon durván szűrünk, de hogy van, amit amúgy nem lehet szűrni. Például azt a, egy bizonyos értelemben egy hajlandóságot, vagy egy munkasebességet, vagy egy valódi munka minőséget, ezt nem mindig lehet bármilyen kiválasztás során se lemérni. És ha mondjuk azt mondjuk, hogy mi egy hónap alatt betanítunk valakit, és egy hónapig igazából nem csász semmit, akkor ugye legalább egy hónapot ki kell fizetnünk, meg rá kell szállnunk egy csomó időt, meg energiát, és akkor utána lehet, hogy kiderül a hatodik héten, hogy, hogy game over. És hogy hogy tudnánk ezt valahogy felgyorsítani, mert hogy mondjuk az egy hónapos ciklus nem tudjuk annyira lerövidíteni, de azt megtehetnénk, és ez egy ilyen irányelv, hogy igazából első naptól arra kéne törekedni, hogy mondjuk most csak mondok valamit fele, -fele arányba az ember betanuljon, meg valamit termeljen. Nyilván nem tud még mondjuk kampányokat kezelni, hogy full junior vettünk fel, de lehet, hogy nem tudom képes lenne arra, hogy az interneten nézzen honlapokat, és írjon fel, csináljon listát, hogy mik azok a cégek, akiknek nem jó a honlapja vagy segíthetne mondjuk másoknak. Tehát, hogy tudatosan érdemes kidolgozni olyan munka lehetőségeket, úgymond, vagy feladatokat, amit akár az első napján, vagy most legyen az, hogy nem az első, de mondjuk a harmadik, x napján már tud segíteni termelni, és ezen keresztül a hajlandóságot látjuk egyrészt, meg hogy valamiféle igényességet akár láthatunk, hogy mondjuk milyen Excel táblát csinál valaki, hogyha később ez egy szempont, hogy mondjuk hogyan kezeli ezeket a digitális dolgokat. Ha mondjuk cipész, akkor mennyire tart rendet maga körül, lehet, hogy cipőt még nem csinál, de mondjuk lehet látni, hogy elrakja a szerszámait például, és hogy segítsen be mondjuk olyan rutinos, tehát hogy direkt úgy kialakítani a munkafolyamatokat, hogy lehet, hogy amúgy nincs rá szükség, hogy mondjuk nekünk a senior campaign bárki segítsen, lehet, hogy tökre nincs szükség, de hogy direkt létrehozzuk azt, hogy őket is megkérjük arra, hogy direkt kérjél az új embertől dolgokat, ilyen apró ilyen besegítéseket, hogy egyrészt, hogy mennyire hajlandó rá, mennyire lelkes, hogy csinálja, megtartja a -e határidőt, stb. Tehát, hogy hogy az egész HR, meg ez az onboarding, a betanítás, ez egy nagyon komplex dolog, és ez nem egy ilyen leválasztható dolog, hanem ha mindenki érti a cégben, és egy nagyon pici cégben is, hogyha mondjuk csak te vagy még, és az első emberedet veszed föl, és azt mondod, hogy semmi értelme neki részfeladatokat kiadni, de az az értelme, hogy látod ezt a, a minőséget. Tehát lehet, hogy nem nyersz vele, de azt nyered, hogy jobban tudsz dönteni. Öködilemát hoztál itt fel. Nekünk a rokonságban van családi vállalkozás, dolgoznak nagyjából 40-en. És látom azt, hogy ott a, a vezetőség tekintetében van egyfajta. Tehát én látok ott egy tipikus hibát alapvetően, és, és ezt a hibát igazából ennek a, az összönét magamban is látom, de igyekszem nem elkövetni. Ez a hiba pedig az, hogy onnantól kezdve, hogy én ilyen vállalkozó vagyok, vagy vezető vagyok, akkor lehet, hogy van rengeteg ötletem, hogy miket lehetne csinálni. De nyilván nem fogom ezeket mind megcsinálni, mert hogy azokra fog fókuszálni, ami eredményt hoznak, és hogy a 16. ötletem, hogy mondjuk hogyan lehetne még a, nem tudom, még egy csíkot beletenni a grafikai dizájnunkba, még igazából semmit nem változtat a dolgon, de hogy milyen jó lenne, lenne még ott egy csík. Tehát igazából értitek a jelentőségét, tehát nem a csík a lényeg, hanem hogy igazából nem ezen áll, vagy bukik a biznisznek a sikere. Hogy mivel ezt én nem fogom csinálni, ezért kiadhatom a kollégámnak, és akkor majd meg lesz csinálva, és tök jó, mert az ötletei megvalósulnak. Csak megint ugyanaz vagyunk, hogy ha a kollégám megcsinálja a teljesen fölösleges dolgot, akkor onnantól kezdve ez nem egy jó irány, hogy a kollégának a termelő megy ez el. És tudom, hogy nem ezt mondott, tehát piacig akarok utalni, hanem csak azt mondom, hogy érzem azt, hogy most van ez az új kolléga, az új szakmai kolléga, akinek van egy X munkaideje. És a munkaidejében én mondhatnám neki azt, hogy figyelj már szerkesképeket Instagramra, vagy gyűjts nekem kutatási eredményeket, amiből tudok eladást készíteni. Ugye az előző alkalommal kicsit segített abban is, hogy a, a podcast témákat kidolgozza, vagy akár a mai alkalomra nekem is készített jegyzeteket, itt vannak ezek a jegyzetek most éppen előttem. Csak most, a most kiválaszthatom azt, hogy az ő idejét mivel töltsük, azzal, hogy mondjuk szakmányokat dolgozom fel, amit elküldök neki, és mondjuk ez az ő beszélgetésébe fogja őt támogatni, vagy mondjuk a podcast rédjön nekem jegyzeteket, amiben mondjuk 5-ből fogok felhasználni, akkor az előbbi lesz az, aminek igazán hasznos. Tehát, hogy itt a vezetőket emlékeztetném arra, hogy oké, okay, kiadunk kiadunk részfeladatokat, de hogy nagyon nem mindegy, hogy ez. Tehát, hogy ha én lennék az ő helyében, akkor nekem mi lenne az értelmes. Tehát, hogy, hogy érdemes az ő idejét is ugyanúgy megtisztelni, mint a sajátunkat. Ez jutott eszembe. Persze egyetértek, itt az a kult szerintem, hogy valakinek érdemes azon gondolkoznia, hogy hogy tudnánk egyrészt a lehető leghamarabb betanítani valakit, és a másik, hogy a lehető leghamarabb rájönni, hogyha nem ő a választottunk. Tehát igazából ez egy kicsit lehet, hogy hülyé hangzik, de hogy, hogy az első pár hét, vagy akár hónapba vagy napba folyamatosan azon kell dolgozni, hogy észrevegyük a, ez, a, ez a bad flag, vagy a red flag, hogy a rossz jeleket, hogy, hogy okot keressünk, hogy, hogy elküldjük ami hülye hangzik, de hogy, mert az, hogy jó, ugye az a normális, de hogy nézzük azokat a jeleket, és most eszembe jutott valami, és ez, szerintem tök jó, hogy eszembe jutott. Tehát senki nem tudja, hogy egy munkatárs jó lesz-e. Tehát ez, ez hülyeség ezt mondani. Én nem tudom megmondani, hogy, hogy, hogy ki lesz, hogy mondjuk te jó munkatársunk lennél le, vagy akárki. Mert nem ugyanannak az emberek, többféle ember is lehet jó, stb. Viszont azt meg tudom mondani, hogy mi az, amit tuti nem lesz jó. Ez egy tök fontos nézőpont. Tehát nem tudom megmondani, ki lesz a, a legjobb kampánymenedzserünk, de azt tutira meg tudom mondani, hogy ki az, aki nem lesz az. És igazából azt keressük, hogy mutatta -e egy új ember egy olyan jelet, ami arra enged következtetni, hogy na ő aki a kia nem lesz az verzió. Tehát, hogy nagyon sokféle ember működhet, és van néhány verzió, ami meg nem működik, és ezt keressük, és ezt akarjuk kihozni. Tehát mondjuk a cipőkészítés témánál, mondjuk biztos nem tudunk olyan emberrel dolgozni, mert a múltban ez bejött, hogy aki nem tud szépen feltakarítani, vagy nem akar, per nem tud, és nem tudja nagyjából a mi standardeinknek megfelelően rendbe hozni mondjuk a, a műhelyt, az tuti nem lesz jó cipész nálunk. Akkor direkt adjunk olyan feladatot, hogy legyen az, hogy a már az első héten mostantól te takarítod a, a, a műhelyt. Tehát, hogy itt nem tudom ezt jobban körbeírni, tehát itt, itt, nagyfokú tudatosság kell. Tehát a legtöbb cégnél az van az új embernél, hogy tessék, az a gép, a oda is csináld. És igazából nem tudja, mit kell csinálni, a cég se nyer vele, ő se nyer vele, és az egész egy ilyen hülyeség. Tehát ezen tudatosan kell dolgozni, akár értelmetlennek tűnő feladatokat létrehozni, ami viszont következtetésre enged. Tehát most nem tudom, hogy ellent mondok -e neked. Szerintem nem, szerintem értem, hogy miért mondod ezt. de nem azt mondod, a kollégának az egész életében ez legyen, hogy folyamatosan. Persze, nem az, 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 lényeg, lényeg, az, az hogy, nem. Csinálj a lényeg, hogy, hogy, hogy hülyeségeket a sem mi helyet, hanem ezek nem hülyességek, hanem segítenek eldönteni, hogy te jó vagy-e. Tehát mondjuk, hogyha ilyen forráskutatást kéne nálad csinálni, és azt mondod, hogy ez majd egyébként az ő munkájának egy fontos része, mert minden héten kell írni a két cikket, és ahhoz mindig kell forrás munka. Most amúgy semmi értelme, de mégis azért kérem, hogy, hogy öt cikkhez hozzááll forrásokat, és te előre tudod mondjuk, hogy ez mennyi idő, kb., és hogy nagyjából miket vársz. És hogy azt kell nézned, hogy kb. szintidő alatt, kb. azt hozza, amit te vársz. Mert ha négyszer annyi idő alatt hozza fele olyan jóra, vagy akár ugyanolyan jóra, de négyszer annyi idő alatt, akkor az nem fog működni. Remélem, hogy érthető, hogy mit akarok átadni, de hogy, hogy tulajdonképpen így ez a ki kell ugrasztani a nyulat, vagy nem tudom, milyen analógiát találjak, hogy rá kell jönni, hogy ez működni fogja a lehető leghamarabb. Mert hogyha ez fél év után jön ki, akkor az, az baromi sokba kerül a cégnek, meg, meg mindenkinek. Maximálisan egyetértek ezzel. Még egyetlen egy ilyen Dilemmám merül fel itt a betonításnak az első szakaszával kapcsolatban, tekintve, hogy ilyen, nekem ez az első ilyen tapasztalatom, és így lehet, hogy racionálisan ezeket tudom, meg hogyha valaki szemben jön velem, akkor lehet, hogy tudnám ebbe támogatni, de érzés szintjén a saját esetemben nyilván nem ugyanazt látom, a szem nem látja magát, ezt szoktad mondani. <laughs> hogy itt van ez a helyzet, hogy van egy szakmai kollégám, és szerintem ez majdnem minden iparágban, ahol van szakmai munka, legyen szó asztalos munkáról, CNC, szergályosról, marketingesről, pszichológusról, jelen lehet, hogy ha van egy szakmai kollégám, akkor láthat egy olyan dolgot, nem merült ilyen fel soha, csak hogy van egy ilyen film, hogy láthat egy olyan dolgot, hogy van egy X bevétel, amit a cég elkér az ő munkájáért. Legyen szó arról, hogy mondjuk egy kampányt kezel, nem tudom, százezer, vagy most mondtam valamit. És hogyha én naponta lekezelek mondjuk, nem tudom, 8 darab kampányt, 800 ezer forintot termelek az adott nap a cégnek például, és akkor a hóvégén mondjuk kapok 500 forint fizetést, akkor így matakozhatok magamban, hogy fú basszus, Tehát, hogy miért van az, hogy hát igazából azt én is meg tudnám csinálni saját magamnak, csak ugye nem látja a kolléga azt, hogy ott van például a laptopnak a költsége, az irodabérlés, az adók, a könyvelő, stb. minden más mellette. Hogy van-e valamiféle olyan Akár én érzelmi kapaszkodott, vagy bármi, mi abban tud segíteni, praktikus megoldás erre, hogy csökkentsük annak az esélyét, hogy a későbbiekben a kolléga akár félreértésekre alapozva, de hogy abban gondolkodjon, hogy hát ezt igazából nekem is meg tudnám csinálni, vagy miért nem kapok annyit, mert igazából, ha kiszámolnánk a matekot, akkor ugye, vagy legyenek hogy transzparensek ezek a számolások, hogy neked hogy jön ki, és mondjuk, hogy a 100 forintot a cégbe az adott ügyfélen keresztül, akkor ebből mennyit költünk el, nem tudom, marketingre, promócióra, könyvelésre, Bekofis-re. ez egy érdekes, érted, de nem gondolom. Értem igen, ez egy olyan ajtó, amit ha kinyitunk, akkor meg egy két kell erről beszélnünk, de megpróbálom nagyon kompaktan, vagy megpróbálok nagyon kompaktan válaszolni. Tehát ez az egész onnan indul, hogy eleve érdemes olyan embert keresni felvételre, akiben azt látjuk, hogy ő szívesen lenne egy munkatárs egy cégben, és hogy, hogy nincs olyan ambíciója, hogy ő nem tudom, vállalkozó legyen, vagy szabadúszó. Ez olyan, mintha rossz dolog lenne, hogy ilyet keresünk, de nem, mert szerintem a mai világ az, az folyamatosan az zúdítja ránk, hogy, hogy, a vállalkozónak lenni a világ legszexibb dolga, és hogy hülye, aki nem tudom, valahol alkalmazott, hogy miért nem csinálod magadnak, stb. És az embereknek egy jó része szerintem ettől meg tud hűlni, már bocsánat, hogy ezt mondom, és ezt elhiszi, hogy ez, hogy ez egy ilyen rózsaszín dolog, és hogy tényleg egy barom vagy, hogyha, hogyha más szekerét tolod. Közben ez nem igaz, mert szerintem egy, egy jó munkahelyen is egy, egy nagyon értékes ember lehet valaki, és tényleg lehet nagyon megbecsült tud sokat keresni, és lehet, hogy egyedül nem lenne rá mondjuk képes, hogy ezt elérje. És az, hogy ezt megmutassuk, mert, mert még a legjobb embereknek is lehetnek ilyen zavaros gondolatai, mivel ez zúdul a világra, hogy meg kell neki mutatni, hogy, ez, hogy mi a valósága. Tehát ez a transzparencia, amiről beszélsz, és nem is feltétlen az, hogy most van laptop, meg ilyesmi, mert ezért, tehát erre szerintem elég könnyű eljutni, hogy ezt megértse valaki, hogy akkor nekem is kell egy laptop. De hogy azt megmutatni, hogy hogyha nem lenne ez az, az egész gépezet mögötted, akkor igazából honnan szed megszereznél ügyfelet, mi van, ha elvesztesz ügyfelet. Tehát, hogy, hogy azt kell megmutatnod, hogy a cég az egy ilyen biztonságot ad, és egy olyan megnyugtató hátteret ad, hogy neked nem kell ezekkel foglalkozni, nem kell ügyfelet szerezni, nem kell tárgyalni, nem kell jogi dolgokat tudni, egy csomó mindent nem kell tudni, hanem szépen csinálod azt, amit szeretsz, mondjuk, hogy cipőket készítesz, és akkor te ne gondolkozz azon, hogy majd csinálsz te egy külön cipőgyárat. Nyilván, ha valaki mondjuk egy cipőgyárban dolgozik, akkor könnyebb észrevenni, hogy most nekem honnan lenne egy gyáram, de egy csomó olyan meló van, mondjuk a click Marketing is egy abszolút erre alkalmas cég, hogy sokan azt gondolják, hogy hát ezt én is meg tudnám csinálni, és hogy milyen érdekes, hogy mit tudom, két millió forintot termelek a cégnek havonta, én meg mondjuk 400 ezeret keresek, és hogy ez egy 5x különbség. De meg kell tudni mutatni, hogy ezt miért nem tudnám úgy tényleg valószínű egyedül valaki megcsinálni. És hogy, hogy, miért jó az neki, hogy van körülött egy cég, ahol van egy közösség, ahol figyelnek rá, ahol tud fejlődni. Tehát, hogy, de szerintem a kulcs egyébként az, hogy milyen embereket uh, találunk. Tehát mi például figyelünk arra, hogy akikben látszik, hogy ilyen nagyon ilyen vállalkozó, nagyon ilyen szabadúszó karakter, őket inkább nem preferáljuk. Nem azért, mert baj van velük, hanem hát nyilván így nem lehetne céget építeni. Az a helyzet, hogy már 48 perc beszélgetünk, és a témagyom nagyon érdekel, úgyhogy én arra jutottam, hogy ha van kedv, folytassuk ezt a következő Jó. adásban. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, reméljük, hogy hasznos volt nektek ez az adás, innen folytatjuk a következőben. Sziasztok! Sziasztok.